Ma kerül megrendezésre az első gyöngyösi kikiáltó Campo Kupa, amelynek szervezője a Dancing Dávid. Üdvözöllek! Szeretném megkérdezni, hogy mennyire okozott nehézséget megrendezni Gyöngyösön ezt a sporteseményt, vagy mindenhol segítő kezekre találtál? Ehhez hozzátartozik az, hogy az információt akkor kaptam meg arról, hogy én ezt a versenyt megrendezhetem, valójában december végén, tehát 2 hónapon volt ezt az egészet összehozni. Úgy gondolom, hogy hát előjáróban nem szeretném elkiabálni, le is kopogom, hogy ez remélem egy sikertörténet lesz. Éppen azért, mert 2 hónap alatt hoztuk össze, és mert rengeteg segítő szervezetre, egyénre találtam, akik a segítségkérésemre segítséggel válaszoltak, és ennek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy eredményes verseny lesz. Mennyi résztvevő érkezett meg a mai versenyre? Előzetesen 100-120-at satszoltam, aztán a végén 115 lett belőle pontosan, és ez egy reális szám. Körülbelül Magyarországon ilyen bázissal dolgozunk ebben a 13 és 20 éves korosztályban. Ez azt jelenti, hogy a versenyzők nagy része az év elején fel is készült, és el is tudott jönni erre a megmérettetésre. Milyen versenyszámokat láthatunk ma? 2 nagy blokkra lesz osztva, az egyik a technikai, a másik pedig a küzdelmi versenyszámok. A technikai azok javarészt a tradicionális karate alapokra épülő forma gyakorlatban merülnek ki, a végén önvédelem versenyszámmal, ezt követően pedig fokozatosan építjük fel a küzdelmi versenyszámokat a földről, a keményebb küzdelmi versenyszámokig, a full kontakt versenyszámokig.